Többfajta technikát kipróbálhattak azok a gyerkőcök, akik részt vettek az agyagozó táborban a hét folyamán, miután közelebbről is megismerkedtek az agyaggal, a kreatív kicsik először a szívükhöz legközelebb álló személyeket, vagy éppen kis kedvencüket formálták meg. Karácsonyi Mai a táborvezető már második alkalommal érkezett a múzeumba a foglalkozással, és igyekezett a legszélesebb körben megmutatni a gyerekeknek, hogyan is lehet az agyagból remek műalkotásokat készíteni. Nagyon sok erő kell hozzá, ezért ez egy kicsit bonyolult, mert nagyon pici kezük van. De a lényeg az, hogy csinálsz bele egy lyukat, és elkezded hengerré fölhúzni. És hogyha ez megvan, onnantól eldöntheted, hogy a tál, akkor szétnyitod, ha nem tudom, többen is akartak kancsót, korsót csinálni, mert voltunk egy kiállításon, itt van egy hatalmas néprajzi gyűjtemény, és a Börcsök Attila bácsi mutatta meg nekünk a itteni nevezetes tárgyakat, és azt nyilván az összes gyerek úgy gondolta, hogy akkor ő is csinál egyet a mamájának, mert otthon is van, és akkor ezeket próbáltuk megcsinálni, csak nyilván ez nagyon nehéz. De a tálak nagyon jól sikerülnek. A tábornak voltak visszatérő vendége is, ami örömmel töltötte el a keramikust. A gyerekeknek a korongozás technikájával a kézügyességük és a motorikus képességeik is fejlődtek, és nagyon ügyeltek arra, hogy a legtökéletesebb tárgyak kerüljenek ki a kezeik közül. Néhányan megosztották, hogy mit csináltak a foglalkozásokon, és mit tetszett nekik a legjobban. Hát agyagoztunk, most éppen festünk, és még sok minden mást is csináltunk. Miket készítettetek? Hát agyagból készítettünk tárgyakat, mint például dínókat, halakat, rákokat, és minden más még. Meg domborművet is. Domborművet is, igen. Milyen volt agyaggal dolgozni? Nagyon jó volt agyaggal, mert csináltunk jó sok mindent, tálakat, meg farak, vagy meg agyagból csináltunk. Én csináltam golyót. Bár az elkészült tárgyakat nem égették ki, készítőik hazavihették őket, és pár nap múlva száradás után akár használatba is tudják állítani azokat. A nyári szünetben a múzeumban további foglalkozások várják a gyerekeket.